Dr. Tiba Sándor, a Miskolci Szemeivesz Kórház egyetemi és oktató kórház főigazgatója tájékoztatta a sajtóképviselőit arról az örömteli eseményről, ami nagy mértékben megváltoztatja a betegek és ellátóik mindennapjait. 2013. március 5-én ugyanis egy olyan egészségpolitikai döntés született, amely a lakosság egészségi állapotának javítását célozza meg magas színvonalú szolgáltatások biztosításával. Az infrastrukturális beruházás lehetővé teszi, hogy ne csak a szolgáltatások színvonal legyen magas, hanem az azt kiszolgáló környezet minősége is. A beruházás keretében a konzorciumi partnerek 100%-os támogatásban részesültek, céljaik megvalósításának érdekében, ami összesen 3 milliárd forintot jelent. Ebből a Miskolci Szemmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2 milliárd forint támogatást kapott. Átalakították a volt sebészeti épületet tüdőgyógyászati, neurológiai, anesteziológiai és intenzív terápiás központtá. A belgyógyászati ellátásnak helyet adó épület negyedik emeletét fekvőbetegosztályá építették át. Az egészségügyben is, mint mindenhol, vannak hiányok. Hiány van a pénzből, hiány van az emberi erőforrásból, és a pénzhiány következtében a műszerezettség és egyéb is nagyon nehezen biztosítható időnként. Hogyha egy ilyen városban, mint Miskolc, két ilyen nagy kórház van, mint a megyei kórház és a Szemmelweis, akkor a párhuzamos fejlesztéseknek, hogy mind a két intézményben ugyanolyan osztályok működjenek, nem sok értelme van, mert egyszerűen a szakemberek száma sem végtelen. Ezért már évekkel ezelőtt megkezdődött a két intézmény között egy feladatmegosztás, aminek egy lépcsője most, ez egy elég jelentős állomása, amikor most itt egy a régióban is mondhatom így, illetve Észak-Kelet-Magyarország legnagyobb tüdőosztálya méltó helyre költözött. Az ideggyógyászat van ugyan a megyei kórházban is, de más jellegű tevékenységet végez ideggyógyászaton belül, mint mi. A 8 ágyas intenzív, az pedig olyan feltételeket kap, ami már nem is 21., hanem talán 22. század, hiszen például az utóbbi időben nekünk kell ellátni az Ózdi kórház, meg az Edelényi kórház intenzíves betegeit is, mert ott nincsen megfelelő számú orvos, nincsenek meg azok a feltételek, amik a ehhez az ellátáshoz szükségesek, tehát ez mindenképpen több szempontból is rendkívül jelentős. Az osztályok specialitásából adódóan tüdőgyógyászatban van jelenleg 6-7 olyan bronkoszkópos eszközünk, ami a tüdőtükrözésre való. Ezek közül 2 olyan, ami Magyarországon csak 2 helyen van, ebből mi vagyunk az egyik. Egy úgynevezett immunfluoreszcens eszköz, ami különböző színnel festi meg a daganatos vagy elváltozásos területeket, tehát nagyban megkönnyíti a diagnózist, illetve segíti, mert már kis területet is meg tud vizsgálni. Olyan légzésfunkciós vizsgáló kabinok, ami gyakorlatilag a tüdő működésének minden paraméterét meg tudja vizsgálni. Ideggyógyászatra, meg a tüdőosztályra is természetesen betegőrző monitorok, teljes informatikai rendszer. Nagyon nehéz felsorolni, mert minden, ami egy megnyugtató betegellátáshoz kell, az minden biztosítva van. Az intenzív az teljes komplett felszerelés, úgyhogy az pedig annyira, azok a boxok, azok légkondicionáltak, a infracsap van, ugye aláteszi a kezét és jön a víz, tehát még csak hozzá se kell érni. Külön zsiliprendszerrel közelíthető meg mindegyik elkülönítő rész, úgyhogy csak a jót tudom mondani. Most költözött el az intézményünk területén, a Szemmelweis kórház részben volt a vérellátó. A megyei vérellátó az átköltözött a megyei kórházba. Itt megürült egy épület, ebbe szeretnénk egy 130 ágyas ápolási osztályt kialakítani. Jelenleg Diósgyőrben működik a 100 ágyas ápolási osztályunk, de a konziliumok szempontjából az messze van most már. Tehát azért szeretném ide behozni azt és kibővíteni, mert hiszen van igény az ápolási tevékenységre. A terveink is készen vannak már csak a forrást kellene hozzá megtalálnunk, azt az 1,2 milliárd forintot, ami még ehhez szükséges, és hát vannak apróbb, fel kellene újítani a központi sterilizálót, van még elképzelésünk. A rendezvényen dr. Mészáros János egészségügyi ellátórendszer működtetésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a cél az, hogy szebbé, jobbá, komfortosabbá tegyék az egészségügyi klinikákat. A helyettes államtitkár szerint nem mindegy, hogy az ember milyen környezetben végzi a napi munkáját és milyen eszközökkel dolgozik. A szakmai igényesség és fejlődés a legfontosabb, ami jellemző a miskolci orvosokra. Hangsúlyozta, a magyar orvosképzés csereszabatos a világon.
A beruházás megvalósulásával nem ér véget a munka, Mészáros János úgy fogalmazott, a gép forog, de az alkotó nem pihenhet. 2007 és 2013-as Európai Uniós támogatási ciklusnak a pénzügyi lezárása most történik 2015. december 31-ével. Ezen támogatási ciklus keretében az egészségügyi ágazatban 500 milliárd forintot meghaladó volt azon beruházásoknak a mértéke, ami egyfelől infrastruktúrális beruházást, másfelől pedig gépműszer beruházásokat jelentett. Ezek a beruházások Miskolcon, hogyha megnézzük és picit elvonatkoztatunk a mostani záróünnepségtől, akkor el lehet mondani, hogy a sürgősségi betegellátás, a struktúra módosítás szolgáló beruházások, perinatális intenzív centrum ellátás, tehát a új és koraszülöttek ellátásában rengeteg olyan fejlesztés történt, amihez kapcsolódtak azok a humán erőforrást szolgáló fejlesztési területek, amit támokos programoknak hívunk. Ezen túlmenően az egészségpolitikai kormányzatnak egyértelmű célja és kifejezett igénye volt az ellátórendszer átalakítása kapcsán, hogy azokat a szinergiákat és együttműködéseket, amit két intézmény egyással meg tud teremteni, azokat források biztosításával megfelelően katalizálja. Dr. Nagy Gábor főigazgatóhelyettes a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktató kórház 1 milliárd forintos projekt részéről számolt be, amiből a volt egészségügyi szakiskola épületét alakítják át onkosebészeti hoteltömbbé. Az épület északi oldalán földszinti, fedett folyosós kapcsolatot építenek a belgyógyászati tömbbel, ezáltal a képalkotó diagnosztikai funkciók elérhetők lesznek. A második emeleti szinten a szakiskola épülete és a sebészeti épület zárt folyosóval, híddal kötik össze. A sajtótájékoztató után a megjelentek bejárták az új épületet, ami új funkciót kapott. A mintegy 6600 négyzetméteres épületkomplexumot felújították a mai kor technikai színvonalának megfelelően. Az épületben működő osztályok a földszinti nagyváróteres átriumos aulában 17 ambuláns vizsgálóval fogadják a betegeket. Az ötszintes központban 5 ápolási egység szolgálja a hotel funkciót, melyen belül a 2-5 ágyas kórtermek mindegyikét komfortosították, önálló fürdőszobával látták el. A két kórház vezetősége abban bízik, hogy az új fejlesztések által a betegek elégedetten távoznak a magas szintű színvonalas szolgáltatások miatt.